A költségvetési számok furcsa világában jártunk az elmúlt percekben, most pedig a való világ furcsa való világában járunk. Dorosz Dávid a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezt most például hogy? Lehet? Orbán Viktor azt ígérte 2 évvel ezelőtt, hogy 2 pofonnal haza fogja zavarni az ilyen szervezeteket. Úgy látszik, hogy ez is egy megszegett választási ígéret, sajnos ez sem következett be. Azt gondolom, hogy szomorú, hogy 2012-ben Magyarországon ilyen szervezetek, az ügyészség, a rendőrség és a belügyminisztérium és a kormány teljes asszisztálása mellett avathatnak tagokat, főleg egy héttel azután, hogy Gyöngyösi Márton olyan kijelentéseket tett, amilyeneket. Azt gondolom, hogy elindult egy jó folyamat, a Kossuth téri tüntetés egy olyan folyamat kezdete lehetett volna, ahol az összes párt fellép és demokratikus minimumok mellett hitettesz, és elmondjuk azt, hogy mik azok a jelenségek, amelyek tűrhetetlenek, és amelyekből nem kérünk. Ehhez képest történt egy ilyen avatás. Igen, de ezen az avatáson azért tehát nem voltak meghívva a kormány tagjai vendégként, nem arról van szó. De van egy jogerős bírósági ítélet, 2 éve, több mint 2 éve. Ehhez képest van egy másik ítélet is, amikor is volt már, hogy ilyen gárda avatás, vagy összejövetel, vagy mit tudom én, és akkor gárda egyenruhára emlékeztető ruhában lévő fiatalokat, a rendőrség oszlatot, na arról meg kimondták, hogy jogtalan volt. Tehát, tehát még mindig ott tartunk, hogy a rendőrség nem tudja, hogy mit szabad, vagy mit nem, vagy pontosabban tudja, hogy nem szabad, mert már egyszer azt mondta a bíróság, hogy ő mégse viheti el, hogyha csak oda leül a téren egy fekete ilyen sújtásos mellénykében. Tehát, hogy itt megint valami jogszabályi hízagok vannak. Ez egy számos jogi téblábolás, mert ugye a Magyar Gárdát egyértelműen kimondta a bíróság, hogy feloszlatta, és annak semmilyen tevékenységét nem szabad engedélyezni, és azóta a különböző ilyen gárda hason más egyesületek jöttek létre, amelyek ezt a bírósági döntést szeretnék kijátszani. Lényegében ugyanazt csinálják, ugyanazt szeretnék elérni, ugyanúgy avatják a tagjait, nagyjából a tagok között is ezt lehet tudni, hogy többé-kevésbé van egy folyamatosság, csak éppen egy betűvel vagy 2 betűvel másképp megváltoztatják a nevet, másképp hívják a gárdát, más egy picit az egyenruha, nem azt a gyönyörű szép oroszlános mintát látjuk rajta, hanem valami másfajta ős-magyar motívumot, és ez az, amire a rendőrség nem tud reagálni. Hát éppen azért, nem tud, mert hát most mit csináljon velük? Ezért van az ügyészség, és ezért van a magyar kormány, és ezért van a Magyar Köztársaságnak belügyminisztériuma, hogy megtegye azokat a lépéseket, kezdeményezze az ügyészségnél ezeknek a szervezeteknek az ugyanúgy való betiltását, mint ahogy a Magyar Gárdánál tették. Itt lehet mindenféle jogi csűrés csavarást csinálni, de ezek kifogások. Ha a kormány akar, akkor fel tud lépni ezek ellen a szervezetek ellen. Csak igazából nem nagyon tudom elképzelni ennek a jogi megoldását. Tehát szülesen egy olyan jogszabályi kitétel, hogy be van tiltva, vagy tilos a vonulása, avatása, zászlófelvonása, tisztelgése, sétálgatása minden olyan szervezetnek, amely... Nem, természetesen egy általános szabályt egy normális demokráciában erre nem lehet hozni. Olyan szabályt lehet hozni, hogy mik azok a tevékenységek, mik azok a jellemzők, mik azok az elhangzott mondatok, mik az alapító nyilatkozatban azok a megfogalmazott célok, amelyek esetén be lehet tiltani egy ilyen szervezetet. Ez a Magyar Gárda esetében fennállt ezeknél az új szervezeteknél is, ennek megfelelően kell eljárni. Ugye említette Gyöngyösi képviselőnek a nevét, tehát hogy nem sokkal vagyunk azután, hogy az elmúlt hét vasárnapján volt egy igazán példaértékű összefogás a Kossuth téren, ahol minden párt egyként fejezte ki azt, hogy ebből ennyi elég és ne tovább. Aztán több ötlet is született, például Jobbik karanténba zárása. Hát ma ön 2 párttársa egész konkrét dolgokat jelentett be ezzel kapcsolatban, tehát hogy külügyi bizottságra addig nem megy Ercsei Katalin, amíg ott van Gyöngyösi Márton, aztán Jobbikos, mit tudom én, vitanapon nem vesznek részt, Jobbikos indítványra nem nyomnak gombot. Alkotmánybírósági beadványokkal mit csinálnak? Ugye itt szükség van a Jobbik aláírására is.
Mi szeretnénk azt elérni, hogy ugyanúgy, ahogy a vizsgálóbizottságoknál, az AB beadványoknál se legyen szükség a Jobbikkal való közösködésre, hanem a többi ellenzéki párt önmagában is, vagy egymással együttműködve tudjon ilyet kezdeményezni. Nem elég, számszerűen. Igen, ezt szeretnénk, hogy ne kelljen közösködni a Jobbikkal. Azt szeretnénk, én magam személy szerint sem szeretném, hogyha a Jobbikon múlna az, hogy egy nagyon fontos ügyben az LMP vagy más demokratikus ellenzéki párt az Alkotmánybírósághoz tud fordulni. Számszerint meg kell, szeretnénk, hogyha ez megváltozzon, ez a szabály. Azt gondolom, hogy azok után, hogy Gyöngyösi Márton egy ilyen kijelentést tett, és lényegében a Jobbik nagyjából és egészéből úgy gondolta, hogy ez egy felvállalható kijelentés. Ez egy olyan Rubikon volt, egy olyan cezúrát kell itt húzni, hogy ezek után még ilyen fontos kérdésekben sem lenne szabad együttműködni a Jobbikkal, és mi éppen ezért kezdeményezni fogjuk, és kezdeményeztük is, hogy ezt a szabályt úgy változtassuk meg, hogy ne legyen a Jobbik segítségére szükség, mert arra így ebben a formában nem lehet szükség. Tehát akkor kezdeményezik ennek a módosítását. Na hát kíváncsi vagyok a fogadtatására. Ha már említette a ügyészséget, kormányzatot, azon belül belügyminisztériumot, tehát hogy azok dolga lenne az, hogy ezen a szabályon változtassanak. Most eszembe jutott, hogy ma ugye a belügyminisztertől megszólította egy teljesen más témából kifolyólag. Ez a nyugdíjba vonult rendőrök visszaalkalmazása. Mit mutatnak a számok? Hány nyugdíjas vagy volt nyugdíjas rendőrnek sikerült állást találni a rendőrség berkein belül? Igen, pontosan erről kérdeztem Pintér Sándort. Itt ugye a szolgálati nyugdíja kapcsán több tízezer emberről beszélünk, őket megvágták egy 16%-os adóval, kivéve akkor, hogyha visszamennek dolgozni az állományba. Na most 122-en mentek vissza ebből a több tízezerből az állományba. 122-t vettek 122-t, és úgy vettek vissza 122-t, hogy a belügyminisztérium semmilyen közvetlen tájékoztatást nem adott, nem mondta meg, hogy hova lehetne őket visszavenni, tehát lényegében semmit nem tett sem a kormányzat, sem a belügyminisztérium, hogy ez a szám nagyobb legyen, csak és kizárólag a kormánynak és a Fidesznek a pénzre fájt a foga, csak és kizárólag arról szólt ez a történet, hogy minél több pénzt ezektől az emberektől, azoktól az emberektől, akik a hazájukat szolgálták, sokszor akár az életüket is kockáztatva, be lehessen zsebelni. De látja, volt bohóc forradalom, számtalan más megmozdulás, nem sok eredménnyel. Végül ez lett. Tehát pont 122 embert sikerült visszafoglalkoztatni, a többiek, hát menjenek Isten hírével, vagy legalábbis fizessenek vissza a nyugdíjukból. Ezért kérdeztem meg Pintér Sándort, hogy ő, aki ugye egy volt rendőr, szerintem megérte az, hogy ő ebben a folyamatban volt rendőrként részt vett, és hogy asszisztált egy ilyen folyamathoz, asszisztált több tízezer ember elleni hetsz kampányhoz, asszisztált ahhoz, hogy több tízezer embert és a családját lényegében a teljes kilátástalanságba lökte bele a kormány. Pintér Sándor azt mondta, hogy mindenkinek ajánlottak valamilyen állást. Ez nem igaz. Tehát ez nem igaz. Semmiféle tájékoztatás és semmiféle korrekt és normális állás lehetőségek az állományban nem voltak. Ezt mi már akkor is elmondtuk, az LMP akkor is elmondta, hogy lehet itt arról beszélni, hogy a szenior állományt létrehozzák, és abban a szolgálati nyugdíjasokat vissza tudják foglalkoztatni, de ez egyszerűen nem igaz, mert nincsenek meg azok a státuszok, azok a helyek, ahova őket vissza lehetne rakni a rendszerben. Ez egy teljes kamu. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.